Már előrendelhető a legújabb könyvünk, a Jelképek könyve. Támogasd a munkánkat az előrendelésével. Ebben a videóban J.R.R. Tolkien világnézetét derítjük fel. Foglalkozunk a vallásról, a 20. század ideológiáiról, illetve a politikáról való gondolkodásával is. Ugye a YouTube tele van Tolkienról szóló, általában angol nyelvű videókkal, melyekben sokféle ember számtalanszor próbálta már meg megfejteni politikai nézeteit. A legtöbben reakciós konzervatívnak vagy valamiféle anarchomonarchistának írják le, jelentsen az bármit is, de lássuk, hogy mi mire jutottunk. Ki volt Tolkien? A 19. század végén született egy dél-afrikai brit gyarmaton, ám fiatalkora jelentős részét már Angliában töltötte. Már fiatalon érdekelték az ősi európai nyelvek, mítoszok és kultúrák. Mesterséges nyelveinek kidolgozását pedig egyetemi évei alatt kezdte el. Az ekkoriban kitört első világháborúban katonaként szolgált, és harci élményei jelentősen megváltoztatták életét. A poklot megjárva pacifistává vált, a katonai kórházban tengődve pedig írásba fogott. Néhány évvel a háború után Oxfordba költözött, nyelv és irodalom professzorként dolgozott, 1937-ben jelent meg első könyve, a Hobbit, majd a fontosabbak közül ezt követte a Gyűrűk ura és a Silmarilok, amelyek Tolkien Arda mitológiájának részei. A megnevezés fontos, ugyanis Tolkien visszautasította a fantasy műfaji megjelölést. Célja az volt, hogy a különböző ókori európai mitológiákból megalkossa az emberiség, kereszténység előtti közös mitológiáját, ügyelve arra, hogy ne mondjon ellent a Bibliában foglaltaknak, amely már kifejezetten az emberek korszakáról szól. A történetek mitikus jellegét a művek, mítoszokra és mitológiákra jellemző felöltöztetésével, úgymond mitizálásával igyekezett megalapozni, eszközként pedig a manapság found footage-ként ismert trükkhöz nyúlt. A közvélemény felé tagadta szerzőségét, és azt állította, ő pusztán megtalált és lefordított egy ősidőkből fennmaradt könyvet. Nos, akár így volt, akár nem, annyi szent, hogy a tolkieni életmű a fantasy irodalom alapkövévé vált, és a legtöbb fantasyban visszaköszönnek jellegzetes elemei. Igen, tudom, Tolkien politikai álláspontját rendkívül nehéz meghatározni, mivel hogy nem foglalkozott politikával, és nem is volt tagja semmiféle politikai szervezetnek sem. Ugyanakkor levelezéseiből, írásaiból és különböző interjúiból nagyjából meghatározható a politikai hovatartozása. Haladó, antifa, multikulti progresszív lett volna? Azért kezdem ezzel a kérdéssel, mert mostanában erről van a legtöbb vita és veszekedés, hiszen a közelmúltban napvilágot látott a Hatalom gyűrűi című sorozat a maga színes bőrű és genderinkluzív törpjeivel, tündével és szivárvány családjaival, melynek hatására két fő tábor alakult ki. A támogatói és a kritikus tábor. Az előbbi szerint Tolkient egy szuper haladó woke emberré kell tenni az új generációk számára, éppen ezért úgy kell átírni a történeteit, hogy a múlt fehér patriarchális vallásközpontú korszelleme még véletlenül se köszönjön vissza bennük. Az utóbbiak pedig azok, akik szerint Tolkient egyáltalán nem érdekelte, sem az akkor még nem létező gender, meg LMBTQIA+, sem pedig a multikulturális kozmopolitizmus, vagy maga a progresszivizmus, annál is inkább, mert az utóbbit kifejezetten elutasította. Az ő idejében ez nem volt közbeszéd tárgya. Ebből a szempontból megközelíteni olyan, mint mondjuk egy 500 évvel ezelőtt élt arisztokratának feltenni azt a kérdést, hogy a szabadság és a haladás nevében miért nem vált meg önként kiváltságaitól. De ez a probléma annak idején fel sem vetődött. Semmi értelme tehát Tolkienon számon kérni azt, hogy gondolkodása miért nem felel meg az elmúlt évtized nyugati kulturális mainstreamjének. Ha valaki azon akad fenn, hogy nincsenek politikailag korrekt gender és bőrszínkvóták az előző évszázadokban írt művekben, akkor például ne olvasson Tolkient, vagy Rowlingot. Bazd meg! Olvasson kortárs fantazit, felesleges megkísérelni a klasszikus művek modern igényekhez igazítását, hiszen az végső soron a múlt átírása volna, ami pedig egyértelműen veszett ügy, és előbb-utóbb kártyavárként omlik össze.
Annyi biztos, hogy Tolkien mélyen ellenzett minden erőszakos, elnyomó önkényuralmi rendszert. Még Hitlernek is beszólt. Nyilván elsősorban azért, mert országa háborúban állt a németekkel. Ám vannak, akik ma ezt arra akarják kihegyezni, hogy Tolkien valamiféle anarchista, antifasiszta volt, de erre semmilyen bizonyíték nincsen. Ez pedig azért van, mert Tolkien mindig ügyelt arra, hogy ne keveredjen bele túlságosan a politikai életbe. Hogyan viszonyult Tolkien a valláshoz? Tolkien egy mélyen meggyőződéses katolikus volt, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy műveiben megtalálhatók a keresztény tanítás és erkölcsrendszer alapjai. Vegyük csak a Gyűrűk urát. A trilógia meghatározó konfliktusa a jó és rossz küzdelme, melynek végső célja a sötétség, vagyis maga a gonosz legyőzése. Ez a küzdelem a kereszténység gonosszal és bűnnel szembeni harcának tükörképe. Felmerül a megváltás is. A szereplők az objektíve jó ügy érdekében hoznak komoly áldozatokat, ezáltal kibontakozik az önfeláldozás és a megbocsátás témája is. Ezen belül felbukkan a lelkiismeret fontossága. Több karakternek is vannak múltbéli hibái, bűnei, melyeket igyekeznek jóvá tenni azért, hogy jobb emberré váljanak. Gondoljunk csak a hitében megbicsaklott, majd a jó ügyért életét áldozó Boromirra. Megjelenik a feltámadás is. Egy teória szerint Gandalf karakterében szintén fellelhetők Tolkien vallási meggyőződései, mondván egyszerre jeleníti meg benne az angyalt, az apostolt, a pápát és Krisztust is. Angyali, mert a legfelsőbb erő küldötte, akinek feladata felkészíteni és segíteni a fény oldalán állókat. Apostoli, mert a fény igéjét hirdeti, tanító szándékú, bölcsességével pedig irányt mutat. Pápai, mert a politikában is részt vesz azért, hogy összekovácsolja a fény nemzeteit a sötétség hordái ellen. És végül Krisztusi, mert egyszerű emberként lefokozott formában járja a világot, majd feláldozza magát a jó ügy érdekében, és a második eljövetelében immáron fehér Gandalfként segít kisöpörni a gonoszt a világból. Ezen felül a mindennapos átlagemberek közt jár, segíti őket és kibontakoztatja a bennük rejlő erkölcsi értékeket. Szeretetteljes, de olykor szigorú. A jót elvárja, a reményt pedig a legsötétebb órákban is életben tartja. Na persze ez nem jelenti azt, hogy Tolkien valamiféle hittérítő munkát akart volna végezni. Buzgó katolicizmusa ellenére többször is kritizálta az egyházat, leginkább a tradíciók elhagyása, elfelejtése miatt. Műveiben csak tükröződik a vallási meggyőződése. Hogyan viszonyult Tolkien a modernizmushoz? Tolkien írásaiban felfedezhető egyfajta bizalmatlanság a modern világgal és a felvilágosodással szemben. Ha Tolkien a kontinentális Európában szocializálódott volna, valószínűleg reakciós konzervatívvá válik, de mivel az angolszász világban viszonylag békésen zajlott le a felvilágosodás, az ott élő konzervatívok temérdek klasszikus liberális elemet átvettek. Többek közt az alkotmányos monarchia megkérdőjelezhetetlenségébe, az emberi jogok fontosságába, vagy a korlátozott demokratikus rendszerbe vetett hitet. Ez Tolkienra is vonatkozik, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ezen gondolatai Thomas Carlyle, Edmund Burke vagy akár John Locke filozófiájára hajaznak. Ő maga tehát alkotmányos monarchista volt, aki a szabadság és a magántulajdon pártján állt. Közben pedig a tradíciók és a nemzeti értékek fontosságát hangsúlyozta úgy, hogy a felvilágosodásban is talált kivetni valókat. Tolkien különféle megjegyzéseiből arra lehet következtetni, hogy gyanakvóan tekintett az ipari forradalomra és a szabadpiaci kapitalizmusra. Úgy gondolta, hogy ezen folyamatok környezetünk és az emberiség nagy önpusztításai, melyek előbb-utóbb összeomlásba vezetik civilizációnkat. Talán nem véletlen, hogy Tolkien közelebb állt a kollektivizmushoz, hiszen a közösségi értékeket kiemelten fontosnak vélte, ezen felül nagy becsben tartotta a kézműves kisipart, illetve felnézett a puritánabb, egyszerűbb életmódot élő emberekre. Ez meglátszik a műveiben is, elég ha csak a hobbitok békés, a nagy ügyektől, a világtól elvonultan, elzárkózva, elbújva létező kis közösségeire gondolunk. És ennél a pontnál beszélhetnénk akár Tolkien természet iránti szeretetéről és csodálatáról is. Tolkien később valóban anarchistává vált? Sok helyről hallom, hogy Tolkien anarchista lett, de abban az értelemben, ahogyan ma használjuk, biztosan nem volt az, ugyanis esze ágában sem volt radikálisan átrendezni a társadalmat, sem pedig minimalizálni vagy megszüntetni az államot.
Sőt, műveiben éppen a gonoszként ábrázolt Luciferre hajazó Morgosz, később pedig Sauron az, aki a teremtett világot erőszakkal a saját képére akarja formálni, ezzel felforgatva és megszüntetve mindazt, ami Tolkien szerint gyönyörű és jó, mint például a különféle nyelveket, kultúrákat és hagyományokat, amelyekben az anarchisták általában az elnyomás eszközeit látják, meg persze a pipafüveket. Mindemellett Tolkien egyik levelében a hobbitokhoz hasonlítja magát. Azokhoz a hobbitokhoz, akik szinte őskeresztényi állapotban élnek, illetve akik a legkevésbé szeretik a változást. Tolkien nézetei az anarchizmussal szemben inkább Aquinói Szent Tamás gondolataival mutatnak rokonságot. Adjuk meg Istennek, ami Istené, és a császárnak, ami a császáré, de amennyiben egy uralkodó korruptá válik és kiterjeszti az ellenőrzést és a kontrollt, ezzel totalitárius elnyomórendszert alakítva ki, úgy az embereknek ezt nem szabad szó nélkül hagyniuk, mi több, az ilyen uralkodót le kell váltaniuk. Szimpatizált, nacionalista, akár soviniszta nézetekkel? A nemzeti szempontok bevonásával óhatatlanul elindulnak a spekulációk arról, hogy vajon Tolkien mennyire befolyásolta művei megírásánál az angol nemzeti öntudat, és még inkább a világháború során tapasztalt nacionalista propaganda. Bár az amatőr szakértők vég nélkül újabb megfejtéseket tesznek közzé arról, hogy a Gyűrűk Ura egyes népei mely nemzeteket szimbolizálják a valóságban, ezekben a teóriákban inkább saját értékítéletük mutatkozik meg, mint bármi más, mivel általában mindenki a számára legtetszetősebb népek és nemzetek közé lát párhuzamot. Az kétségtelen, hogy Tolkien műveihez rengeteget merített a történelmi kultúrákból, de háború ellenes beállítottságát, illetve az egységes és békés Európa iránti vágyát figyelembe véve kijelenthetjük, hogy egyetlen nemzetet sem akart sem lenézni, sem démonizálni, és a fontosnak is tartotta angolságát, ennek megélését teljesen elválasztotta saját mitológikus világától. Ha szeretnéd támogatni a munkánkat, akkor a videó elején már említett könyvvásárlással, vagy a Patreonon való havi pénz támogatással teheted meg. A következő ehhez hasonló videóban Ted Kaczynski világnézetét mutatom be nektek. Ha érdekel titeket, iratkozzatok fel, és tartsatok velem!